Idén változtattak a KRESZ vizsgákon. A változás kiterjed a kérdések mennyiségére, az ábrázolásukra és a vizsga pénzügyi hátterére is. A 35 perc című műsorunkban vendégül láttuk Kuncsik Lászlót, akivel ezekről a változásokról és ennek okairól beszéltünk. Érdekes módon általában, de mint minden változástól, előbb mindenki fél, majd amikor látja és érzékeli saját bőrén, tapasztalja, hogy ez a változás az ő érdekébe történik, akkor természetesen megváltozik ez a helyzetkép. Amiről be tudok számolni, figyeljük folyamatosan a elméleti vizsgák megfelelési százalékának a statisztikai adatait. Ez alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem romlottak a tavalyi évhez, vagy az azelőtti évhez képest, sőt én egy némi javulást vélek felfedezni. Idén megnehezíti a vizsgázó feladatát, hogy a vizsgán előforduló kérdések száma megnő, és a válaszok sorrendjét is megcserélték, hogy a tanulók ne bemagolják a megfelelő válaszokat, hanem meg is értsék azokat. A vizsgák szituációs feladatainak ábrait szemléletesebb, mozgóképes ábrákra cserélték az átláthatóság érdekében. Kuncsik László felhívta a figyelmet arra is, hogy a KRESZ tudás az évek múlásával kopik, valamint a szabályok is folyamatosan változnak, ezért minden vezetőnek érdekel tudását napra készen tartani. Ami kardinális kérdés, a kerékpáros közlekedés. Ezt tudni kell, hogy a kerékpáros, aki a közlekedésben részt vesz, itt az életkori sajátosságokat is vegyük figyelembe, nincs KRESZ felkészítése. Anyuka, apuka elengedi, úgy jár iskolába, ez egy nagyon jó dolog, kerékpározni, két keréken mozogni, közlekedni, ez egy nagyon jó dolog. De vannak kötöttségek is. Ha valaki nem ismeri ezeket a szabályokat, akkor könnyen baleset lehet. Mondok rá példát. Kerékpáros, amikor megközelíti a gyalog átkelő helyet, vagy az útkereszteződést, azon való átkelés előtt szálljon le a kerékpárról, tolja át a kerékpárt, magyarul gyalog, történjen a közlekedése, és utána folytassa az útját. Nagyon sok olyan baleset, koccanás, akár a kerékpáros felborítására is sor kerül, az autós elé hirtelen megjelenik a kerékpáros, és az autós nem tudja lereagálni. Én, amikor tanultam annak idején közlekedni, alapvető szempont volt, egy kereszteződésbe érve először balra, aztán jobbra tekintünk, és a tiszta kereszteződés, megkezdjük az áthaladást. Tavaly jelentette be Novák Katalin, hogy 2018. július 1-től a kormány is segíti a fiatalokat a jogosítványszerzésben. Az ingyen jogsi néven elhíresült kezdeményezés azonban nem teljesen állja meg a helyét. Egy sikeres KRESZ vizsga után utólagosan kérhetnek visszatérítést a 20 éven aluliak. Ők 25 ezer forintot kaphatnak vissza. Egy KRESZ tanfolyamára átlagosan 15-25 ezer forint, a vizsgadíja pedig 4600 forint, így ezt a kiadást fedezheti a kormány segítsége.